A fiatalabb generáció jön hozzánk, és így egy energiát visz a falu életébe. Ahhoz, hogy egy település vonzó legyen, megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani, ami tovább segítheti ezt a folyamatot. Siuhagád lélekszáma az elmúlt esztendőben közel 100 fővel gyarapodott, ez a lakosság közel 10%-os emelkedését jelenti. A megfelelő infrastruktúra kiépítése versenyképességet jelent a közeli városokkal szemben, mondta Gerő Attila polgármester. A területfejlesztési operatív program lehetőségeit kihasználva bölcsődeépítés és óvodafejlesztés kezdődik. A felújításnak a költségkerete az 147 millió. Ugye ennek, ami a felújítás, az óvoda egyik, az óvoda részen a felújítás, ott körülbelül a kétharmad, egyharmad arányban fog ez költségileg elosztani. Ugye a drágább az lesz a bölcsődeépítés, és az olcsóbb az óvodának a felújítás. Ezen a ma még kopár helyen épül majd meg a mini bölcsöde, mely 8 kisgyermek befogadására lesz alkalmas. A teljesen új épület megépítése mellett az óvoda felújítása magába foglalja a fűtés és világítási rendszer korszerűsítését, egy mindkét intézményt kiszolgáló konyha kialakítását, valamint az energetikai korszerűsítést is. Az óvoda belső átalakítása mellett a játékudvar is megújul, az elavult játékokat az európai szabványok szerint kialakított játékok váltják. A munkálatok jelentős része a nyári leállás ideje alatt zajlik majd.